Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni, amit én teszek. Elmondom azt, hogy van a horoszkópunkban két kármikus csomó. Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó utal a múltra és az érzelmekre. Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó megvilágít egy új irányt, vagy egy új életterületet, jelenti a jövőt. Ez a két kármikus csomó eddig a kos jegyében és a mérleg jegyében volt. Itt háborús témákról, vagy pedig a békéről van szó. De ez most elmúlt, hiszen Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, október 30-án elhagyta a kos jegyét, és áttért a halak jegyébe. Itt marad 2025 áprilisáig, és a lefele mozgó kármikus csomó kétú az október 29-ig még a mérleg jegyében volt, de október 30-án áttért a szűz jegyébe, ott maradt 2025 áprilisáig. Új téma indul, mégpedig az álmok, a vágyak, az elképzelések, vagy egy spirituális terület. Ez a halak jegyének az energiája, ezzel szemben a szűz jegyénél döntésekről van szó, megvan a gyógyító erő, a föld eleme, hogy lehetne ezeket az elképzeléseket megvalósítani. Tehát ez most az új irány, egy új kezdet, ez az energia. Ebből az alkalomból van egy ingyenes kedvezmény. Ha tudni akarod, hol, melyik életterületen hat ki rád a halak és a szűz jegye, hol lesznek változások és kármikus témák, azon kívül meg tudom állapítani a horoszkópodban, hogy amikor te megszülettél, hol volt Ráhu és hol volt Kétu, és melyik életterületen. Mindez ingyenes, küld el a születési adatodat, ha lehet órával és helyen. És ezt megválaszolom, ezért nem kell fizetni. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Először is megnézzük az ő gondolatait és terveit. Itt ez a medve jelenti az ő élet erejét, a belső erőt és a hitét. Megjelensz a gondolataiban, és látható ez az erotikus kisugárzás. De ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, jelentheti azt is, hogy nyitott vagy vele szemben, erőt adsz számára. És az érzelmei. Itt ez a könyv jelentheti ugyan a tudást, a továbbképzést is, de jelentheti a zárkózottságát, ez elmúlik, hiszen a kassa elvágja, eltávolítja a titkokat, eltávolítja ezt a zárkózottságát. Mit fog tenni? Itt a mélybe tekintetek, és át fogtok látni bizonyos dolgokon. Meg fogjátok érteni azt, hogy mi miért van, vagy miért volt így.
te megjelensz újra itt a képen. Itt van két fellépés, a zárkózottságod és a nyitottságod. A könyv jelenteti a zárkózottságot, lehet, hogy nem az ő részéről, hanem te vagy zárkózott, de a kassa ezt el tudja vágni, és akkor jelenti a nyitottságot. Mindkét oldal fontos, vagy így lát téged. De a mélybe tekint, majd úgy átvizsgál bizonyos dolgokat. Az is lehet, hogy a titkok kiderülnek. És mi köt össze benneteket? Itt lesz mozgás, lesznek változások, előre mennek az események. Ez lehet egy költözködés, lehet egy kirándulás, de ez a kép mindazt jelenti, ami mozog. Sport, autó, változások, egy kiruccanás. Tehát előre mennek az események, lesz mozgás. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!